Kedden sajtótájékoztatón jelentette be a Kecskeméti RC, hogy a 2018-2019-es szezon további részében ismét a horvát építőmester ZRT lesz a csapat névadó szponzora. Az aláírást követően mindkét felet megszólítottuk. Miért érezték fontosnak azt, hogy továbbra is a röplabda mellett álljanak? Hát a horvát építőmester ZRT azt gondolom Kecskemét sport életének aktív részese, mind a kézilabda korában, akár a futball mostanában, illetve a női és a férfi röplabda csapat életében ezért jelentős szerepet vállalunk. Szeretnénk, ha ez a nagy hagyományokkal, Kecskeméten nagy hagyományokkal rendelkező sportág továbbra is sikeresen tudna szerepelni, és a város büszkesége tudna lenni továbbra is. Mit tartalmaz ez a megállapodás, illetve mit várnak a továbbiakban ettől? Hát a megállapodás az egy 6 millió forintos keretösszeget jelent, amit a klub megkap. Bízunk abban, hogy az első négybe tud végezni esetlegesen a csapat. Nyilván ahhoz rengeteg küzdés kell majd itt a srácoktól. Bízunk a legjobbakban. Minden klub életében fontos, hogyha erős szponzorokkal is rendelkezik. Most egy régi új szponzor csatlakozott újra a röplabdázókhoz. A KRC szempontjából mit jelent ez a jövőben? Hát nagyon örülnek, hogy újra megvan nekünk a HÉP támogatóra. Én azt gondolom, hogy egy jó nevű klubhoz csatlakozik egy jó nevű cég. Első mind a kettőt nagyon jól ismerik a városban és a környéken. Egy nagyon kellemes találkozás és párosítás a dolgoknak. Én bízom benne, hogy azt, amit most ők felajánlottak nekünk, azt mi méltóképpen fogjuk tudni majd megkanarálni jó eredményekkel, és amit szerettünk volna, azt elérjük. És a végén azt mondjuk ők is, mi is, hogy akkor következő évet csináljuk újra közösen. Elhangzott itt a sajtótájékoztatón, hogy eddig nagyon elégedett az elvégzett munkával. Mit vár a folytatásban? Hasonló jót megmondom őszintén. Én biztos vagyok benne, hogy ez a két csoportos szétosztás most megtörtént az MLS részéről. Ez használható a röplabdának, nyilván a TAU is egy nagy segítség. És így, hogy most újra a Kaposvárral vagyunk együtt, én azt gondolom, hogy igen jó meccseket fogunk játszani. Utána pedig akkor majd jön ez a playoff, remélem, hogy a Balcikával fogjuk a döntőt vívni. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!